Az Óbecsei Erdőtelepítők Parkja ad otthont annak a 30 hazai és külföldi fiatalnak, akik az idén a helyi nemzetközi önkéntes táborban vesznek részt. Az idei tábor az úton a Thunderball felé nevet kapta, idén ugyanis megszervezik Óbecsén az első Thunderball elnevezésű többnapos rendezvényt, amelynek a szervezésében mi is segítkezünk. A tábor július 25-től augusztus 8-áig tart, és a világ számos pontjáról érkeztek résztvevők. A táborba a szerbiai önkéntesek mellett Európa több országából, de Indiából, az Egyesült Államokból és a Dominikai Köztársaságból is érkeztek résztvevők. A program egyik célja, hogy az önkéntes munka és a környezetvédelem mellett a fiatalok megismerjék egymás kultúráját és szokásait. Először 2 évvel ezelőtt voltam ebben a táborban, ugyanezen a helyen volt, és most ugyanezért jöttem el, mert elég sok külföldi volontőr van itt, és sok becsei ismerősem is, és hát valójában csinálunk valami olyan munkát, ami az egész városnak, meg nekünk ebbe a parkba jól esik, és valami hasznosat megcsinálunk a városnak. A tábort az Óbecsei Ifjúsági Iroda szervezte, a Panonika Ökológiai Hálózat és a Vajdasági Önkéntes Központ együttműködésével.